De a tenger mi tiszteletem, kedves emberek, Oszkár vagyok, hosszú idő után ez az első új tartalom itt a <coughs> régi YouTube csatornámon. Elnézést kérek amiatt, hogy nincs új tartalom, de jelenleg a internet kapcsolatom az rendkívül gyenge. Szóval, ha annyit meg tudok tenni, hogy egy-egy régi videót ilyen 720p-ben visszatöltök, akkor már örülök. De konkrétan egy ilyen két és fél gigás videónak a feltöltése ilyen 12 óra jelenleg. Én remélem mindenki elnézi nekem, hogy nem ontam magamból a tartalmat. Majd idővel ez remélhetőleg fog változni. Nos, hát a mai videóban ilyen aranyköpéseket szeretnék mondani. Ugye most, amikor költöztem fel Pestre, találtam a könyvek között egy ilyen. Hát én gyűjteményt, végül is egy a 4 lap, ezen összesen 40 ilyen aranyköpés található, ezeket szeretném most nektek felolvasni, mert van közte jó pár egész vicces. Na, szóval akkor, első. Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet. Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon. Hajléktalanok jelmondata, kukából nem lesz szalonna. Esze semmi, dugd meg jól a tapasztalat jó iskola, csak a tandí magas. Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod melyik felét. a csili szósz határozott fellépésű ketchup. A száka a hal bosszúja. Az álmok futás a jövő tömegsportja. A szakál nem szúr, csak a megfelelő oldalára kell születni. a sláger az a zene, ami a füleden megy be, és a könyöködön jön ki. Ha tilosban parkolsz, ne kapcsold ki az ablaktörlődet. Mozgó ablaktörlő alá nem lehet betenni a büntető cédulát. Az önző csak magára gondol. Az irigy másokra is. A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul. Házasság nem szaporodom fogságban. a barátaim mindent megduktak, ami mozgott, de én nem tartottam fontosnak, hogy ilyen korlátokat állítsak magamnak. a sör lassan butít, de nem baj, én ráérek. Nem aggódom az államadóság miatt. Elég nagy ahhoz, hogy vigyázzam magára. <laughs> a nagyot mondás ellen a nagyot hallás az egyetlen védelem. A legügyesebb állat a hörcsög, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagjat egyensúlyoz a hátán. Ki korán kell, az hülye. Menjen el orvoshoz. A pofon elhadart simogatás. Én külön vagyok, mint a többi ember, mert belőlem csak egy van, a többiből pedig sok. Amiről azt gondolod, hogy mások gondolják rólad, azt te magad gondolod saját magadról. Okos pilóta alagútban nem katapultál. <laughs> a szél a levegő azon része, amelyik siet. Már előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban. <laughs> Muszáj mindig megoldást találni? Nem élvezhetnénk egy kicsit a problémát? A régész karrierje romokban hever. Nem azért küzdöttem fel magam a táplálék lánc csúcsára, hogy vegetáriánus legyek. Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz, elmész? Vegetáriánus egyenlő régi indián szó, jelentése, bénavadász. <laughs> Ha, meg, ha megéred a százat, akkor megúsztad. Nagyon kevesen halnak meg száz éves koruk után. <laughs> Az ígéret szép szó, de a Landwirtschaftsausstellung még szebb. Mindenütt jó, de mindig ez Lehet, hogy a hold kisebb, mint a Föld, de távolabb is van. Ha nem lenne utolsó pillanat, akkor semmi sem készülne el. <laughs> az éttermek dohányzó és nem dohányzó részre osztása olyan, mintha a strand medencéjét belehugyozós és nem belehugyozós részre osztanák. Kórustag voltam, amíg rá nem jöttem, honnan jön a zaj. <laughs> Ez volt közte egy-két gagy is, de talán megérte megörökíteni ezeket az aranyköpéseket, amik itt ki voltak nyomtatva nekem. Na, közöm szépen, hogyha meghallgattátok, pusszantás néketek!